Titoktündér társasjáték Tobi és Lola társasjátéka, amelyben három különböző játékot is találtok, egy versengős, egy együttműködős és egy gyorsasági játékmódot. Ezeket egyszerre játszhatják felnőttek és gyerekek, ha pedig fokozni szeretnétek az élményt, izgalmas titkokat tudhattok meg egymásról a kártyákon szereplő kérdések megválaszolásával. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt és 99 darab kártyát. Minden kártyának van egy képes oldala, illetve egy olyan, amilyen valamilyen szimbólum található. Most pedig bemutatom a három különböző játékmódot. Az első versengős játékmód a Lola nevezetű. Ezt 3-tól 7 játékos játszhatja, 15 percig tart és 7 éves kortól ajánlott. Ennek a játékmódnak az a célja, hogy minél több pontot gyűjtsünk a feladatkártyák megszerzésével. Egy kártya egy pontot ér. A három szimbólumot tartalmazó kártyákat kicsit tegyük most félre, majd a következő 7 szimbólum közül mindenki válaszol magának egyet, és vegye magához az összes azonos szimbólumú kártyát. Egy-egy játékoshoz 9 kártya kerül így, ezek egyik oldalán ugyanaz a szimbólum látható, amit a játékos kiválasztott, a másik oldalán pedig 9 különböző kép. A három szimbólumos kártyákat meg kell keverni, és 3 játékos esetén 15, 4 játékos esetén 18, 5 játékos esetén 21, 6 játékos esetén 24, 7 játékos esetén pedig 27 kártyára lesz szükség. Tehát például a 3 fős játék esetén 15 ilyen kártyára lesz szükség, és ezek képen lefelé, egy pakliba helyezve kerülnek a játéktér közepére, tehát úgy, hogy a 3 szimbólumos oldalok legyen felül. Ebből a pakliból annyi kártyát kell felfordítani, ahány játékos játszik, tehát egy 3 fős játék esetén 3 kártyát kell megfordítani. Például így. A játékosok a saját kártyáikat a kezükbe veszik úgy, hogy a képes oldalukat lássák, az ellenfelek pedig a szimbólumos oldalt lássák. Az előkészletek után kezdődhet is a játék. A játékosok a kezükben lévő kártyák közül titokban kiválasztanak egy olyat, ami képpel felfelé látható, tehát jelen pillanatban a játékosok vagy ezt a kártyáikat választhatják ki. A játékosok egyszerre választanak, tehát nem kell megvárni egymást, tehát mindenki választ egy kártyát, és a kiválasztott kártyát mindenki képen lefelé maga elé helyezi. Tehát ez a 3 játékos képen lefelé, azaz úgy, hogy csak a szimbólum látszódjon, a kiválasztott kártyát maga elé helyezi, és amikor ezzel mindenki megvan, a kártyákat egyszerre meg kell fordítani. Amennyiben a játékosok valamelyik képből annyit fordítottak fel, hogy abból mindenkinek jut, a játékosok elvetik azt a kártyát. Tehát például ez a játékos ezt a képet választotta, és ebből 2 is van, de a játékosok csak egyet fordítottak fel összesen, tehát ez a 3 kiválasztott kártya. Így ennek a játékosnak jut ilyen kártya, elvisz egy ilyet. Ezt a kártyát maga elé helyezi. Azonban ez a két játékos olyan képet fordított fel, amiből csak egy van középen, így mivel nem jutna mindenkinek, ők nem vihetik el ezt az egy kártyát, ez itt marad. Amikor mindenki, aki tudott, elvitt egy ilyen feladatkártyát, a körnek vége, a játékosok visszaveszik a saját kártyáikat, a feladatkártyák, amiket senki nem vitt el, a játéktére maradnak, majd a pakliból fel kell tölteni újra, annyira ezt a kínálatot, amennyi játékos van. Tehát egy 3 fős játék esetén ismét 3 képnek kell lennie itt. Ezt követően a játékosok ismét kiválasztanak egy-egy kártyát, azt képen lefelé maguk elé helyezik. Amikor ezzel mindenki megvan, megfordítják a játékosok a kártyáikat, és akár az is lehet, hogy mindenkinek jut kártya. Ebben az esetben például mindenki különböző kártyát fordított fel, és mivel a középen lévő kínálat is mind különböző, ez a játékos elviheti ezt a kártyát, ez a játékos ezt a kártyát, ez a játékos pedig ezt a kártyát. Mindenki visszaveszi a saját lapjait, a következő kört elő kell készíteni. A játékosok kiválasztanak egy-egy kártyát a kezükből, majd amikor megvan mindenki, ezzel felfordítják, és könnyen lehet olyan helyzet is, hogy senki sem visz el lapot, hiszen itt a kínálatban most 2 azonos kép van, és 1 különböző, és amelyben a játékosok abban a reményben, hogy a 2 azonosból valamelyiket megkaparinthatják, ezt a képet választják, mivel 3 esetén nem jut mindenkinek kártya, senki nem visz kártyát, azonban például, ha ez a játékos ezt a kártyát választotta volna, akkor ismét mindenki vihetne kártyát, hiszen
ennek a két játékosnak jut egy-egy ebből a képből, ez a játékos pedig elveti ezt. Amikor egy kör után már nem lehet feltölteni a kínálatot annyira, amennyi játékos játszik, tehát egy háromfős játék esetén nem lehet elérni, hogy három képpel felfelé lévő kártya szerepeljen itt, a játék véget ír, és aki a legtöbb kártyát gyűjtötte a játék folyamán, tehát akinek a legtöbb ilyen három szimbólumos kártyája van, az nyeri a játékot. Egyenlőség esetén pedig az a győztes, akinek több különböző kártyája van. Ha pedig még így is döntetlen állna fenn, akkor több nyertes van. A játék azonban nem csak a győzelemről szól, hanem az élményről is. Fokozzátok az élményt azzal, hogy a játék végén mindenki húz egyet a saját elvitt feladatkártyái közül, és ebben a Lola kérdez játék variációban, körbehaladva egyenként válaszoljatok meg a felhúzott kártyán olvasható feladatot, kérdést. Figyeljetek egymás válaszaira, érdekes dolgokat tudhattok meg egymásról. Például mondj egy dolgot, amiben ügyesnek érzed magad. Vagy pedig meséld el, hogy szerinted hogy fogsz élni felnőtt korodban. Felnőttek pedig elmesélték, hogy milyen életet képzeltek el maguknak gyerekkorukban. A második játékmód az együttműködésről szól, ez a Tobi játékmód. Ez 3-tól 7 játékosig játszható, 15 percig tart és 9 éves kortól ajánlott. Ebben a játékban egy csapatként játszva össze kell gyűjteni minél több különböző kártyát. Minden különböző kép egy pontot ér, de az egyezők nem érnek pontot. Így legfeljebb 9 pont szerezhető, hiszen 9 különböző kép van a játékban. A 36 darab 3 szimbólumos feladatkártyát egyetlen pakliba kell keverni, és azt képpel lefelé, tehát a 3 szimbólumos oldallal felfelé a játék tér közepére kell helyezni. Ezt követően ennek a paklinak a tetejéről 3 kártyát egymás mellé kell tenni az asztal közepére, továbbra is képpel lefelé, tehát úgy, hogy a 3 szimbólumos oldal legyen felül. A húzópaklit kicsit most félre is teszem, hogy ne legyen zavaró. Ezt követően az összes játékos kártyát, tehát mind a 63 darab egy szimbólumos kártyát össze kell keverni, és minden játékos 9 ilyen kártyát kap képpel fölfelé, tehát úgy, hogy a szimbólumok legyenek lefelé. A játékosok a kártyáikat képpel kifelé tartják, tehát úgy, hogy ők a szimbólumos oldalakat lássák, a többi játékos viszont pont ezeket ne lássa. Legyen mondjuk a legfiatalabb játékos a kezdőjátékos, és kezdődhet is a játék. Ezt a 3 feladatkártyát most meg kell fordítani, és meg kell jegyezni, hogy melyiken melyik kép látható. Néhány másodperc után vissza kell fordítani ezeket a kártyákat, és most a játékosok megbeszélték, hogy melyik kártyát vagy esetleg kártyákat akarják megszerezni. Egy kártya megszerzéséhez a rajta látható 3 szimbólumra lesz szükség, ezeket a játékosoknak együttesen kell kirakniuk, a kezükben lévő kártyák segítségével. A kezdőjátékos egy szimbólumát segítségképpen elárulhatja a többieknek, például azt mondja, hogy van labdám, de nem mutathatja meg a labdát, illetve azt sem mondhatja meg, hogy mennyi labdája van. Ezt követően pedig mindenki kiválaszt egy kártyát a kezéből, és ezt a szimbólumos oldallal lefelé helyezik le a játékosok maguk elé, például így, és amikor ezzel minden játékos megvan, a kártyákat fel kell fordítani. Az a kártya vihető el, amelyen mind 3 szimbólum megtalálható a felfordított kártyákon, tehát jelen esetben ez a kártya vihető el. Ezt a csapat közösen viszi el, tehát a játékosok közösen gyűjtik ezeket a kártyákat, és ezenek a kártyáknak a képes oldala számít majd, így érdemes így gyűjteni ezeket. A játékosok a kijátszott kártyáikat el kell, hogy dobják, tehát ezek nem kerülnek vissza a játékosok kezébe. Továbbá az ellenvitt kártyákat is el kell dobni. A feladott kártyákból 3 újat kell a játéktér közepére helyezni, egyelőre a szimbólumos oldallal felfelé. Azután a kártyákat meg kell fordítani, és a játékosok megpróbálják memorizálni, hogy hol milyen kép látható, majd a kártyákat vissza kell fordítani. Mivel a játékosok célja, hogy különböző kártyákat gyűjtsenek, így ezt a kártyát nem szeretnék elvinni, hiszen ilyen képpel már rendelkeznek. A 2 kártya közül valamelyiket szeretnék elvinni. A játékosok megbeszélték, hogy melyik kártyát szeretnék elvinni. Az új kezdőjátékos az előbbi kör kezdőjátékosától balrőlő játékos lesz. Ez a játékos elárulhatja az egyik szimbólumát. Emlékeztetőképpen azt nem árulhatja, hogy mennyi ilyen kártyája van, de például azt elmondhatja, hogy van nála nap, de talán azzal még többet segít, ha azt mondja, hogy van nála helikopter, hiszen a másik két szimbólum azonos ezen a két kártyán. Természetesen csak akkor, hogyha van nála helikopter. Ezt követően pedig a játékosok egy-egy kártyájukat kiválasztják, és azt egyelőre a szimbólumos oldalukkal lefelé helyezik maguk elé,
És amikor ezzel megvannak a játékosok, felfordítják a kártyákat, és ha van olyan kártya, amit a szimbólumok alapján el tudnak vinni, azt elviszik. Jelen pillanatban sajnos egyet sem vihetnek el, hiszen nincs olyan kártya, aminek a három szimbóluma megjelenne a játékos kártyákon. Így ebben a körben nem visznek a játékosok kártyát, eldobják a kijátszott kártyákat, illetve a feladatkártyákat is, és új kör kezdődik három új feladatkártyával. Háromnál több játékos esetén előfordulhat, hogy egy körben több kártyát is el lehet vinni, hiszen akkor háromnál több szimbólum is felfedésre kerül. És amint elfogynak a kezekből a kártyák, a játék véget ér, ez tehát pontosan 9 kört jelent majd, és a játékosok az elvitt kártyák alapján összeszámolják, hogy hány pontjuk van. Csak a különböző képek számítanak, tehát ez itt 1, 2, 3, 4, 5-öt jelent, hiszen ez a kép ugyanaz. Természetesen minél több pontot szerez a csapat, annál eredményesebb, így egy újabb játszmával meg lehet próbálni rekordot dönteni. Ebben a játékban is van Lola kérdez játék variáció. Az elvitt kártyák közül húzunk egyet, és fordítsuk fel, és a rajta szereplő feladatot vagy kérdést körbe haladva egymás után válaszolják meg a játékosok. Figyeljünk egymás válaszára, például mondja mindenki egy dolgot, amiben ügyesnek érzi magát. A harmadik játékmód pedig a villámjátékmód, ez 3-tól 8 játékos játszhatja, körülbelül 10 percig tart és 5 éves kortól ajánlott. Ebben az összes, tehát mind a 99 kártyát meg kell keverni, és az összes kártyát ki kell osztani a játékosok között, amennyire lehet egyenlően, tehát minden játékoshoz körülbelül ugyanannyi lap jusson, és ezeket a lapokat a játékosok képen lefelé, tehát a szimbólumos oldala felfelé rakják maguk elé. Válaszunk egy kezdőjátékos, legyen mondjuk a legidősebb, és kezdődhet is a játék. Ez például egy háromfős játék előkészülete lehet, és a kezdőjátékosra kezdem, amikor egy játékos sorra kerül, fel kell csapni egy kártyáját képpel felfelé. Ezen a játékoson a sor, ő következik. Amikor ezen a játékoson a sor, ismét felcsap egyet. Ő következik, ezen a játékoson a sor, és aki meglát az egyik képből legalább három egyformát, gyorsan érintse meg az egyiket közülük. Most három ugyanolyan kép is látható, így a leggyorsabb játékos, ha lecsap egy ilyen képre, elviheti ezt a lapot. Minden ilyen elvitt lap egy pontot ér majd, és abban az esetben, ha többen egyszerre különböző kártyákat érintenek meg, ugyanaz a képhez tartozóan, tehát például egyszerre két játékos is rácsap egy-egy ilyen kártyára, és nem lehet eldönteni, hogy ki volt gyorsabb, akkor mind a két játékos elviheti ezeket a kártyákat. Tehát több játékos is szerezhet pontot egy-egy ilyen esetben, tulajdonképpen akár mind a három látható kártyát is elviheti három különböző játékos, ha annyira nehezen eldönthető, ki volt a leggyorsabb. Ha pedig többen érintenik meg ugyanazt a kártyát, akkor azt kapja, akinek a keze alul van, vagy a nagyobb rész fed le a kártyából. Elképzelhető, hogy valaki tévesen érint meg egy kártyát a nagy izgalomban. A tévesen megérintett kártyát is elviszik a játékosok, azokat azonban külön kell gyűjteni, mert minden tévesen elvitt kártya mínusz egy pontot fog érni a játék végén. És mindig, amikor legalább egy játékos elvisz egy kártyát, a játékosok a kijátszott kártyáikat a pakliuk aljára helyezik, és új kör kezdődik. A játék pedig azonnal véget ér, amint valaki elér 5 pontot. Ha rövidebb játékot szeretnénk, elég, ha a győztes 3 pontot ér el, hosszabb játékhoz pedig 7, 8 vagy akár 9 pont is kijelölhető. Ebben a játékmódban is alkalmazhatjuk a Lola kérdez játék variációt. A játék végén mindenki húzzon egyet a saját elvitt feladatkártyái közül, ezután körbehaladva egyenként mindenki válaszolja meg a rajta olvasható feladatot, kérdést. Aki egy kártyát sem vitt el, az húzzon egyet a kezében lévő feladatkártyákból és válaszoljon arra. Ez a harmadik villámjátékmód játszható úgy is, hogy a játékosok előtt képen felfelé vannak a paklik, és az egy szimbólumos kártyákat használják csak, ilyenkor tehát a felfedések során a szimbólumok lesznek láthatók, és az előbb ismertetett módon, amint egy szimbólumból három ugyanolyan kerül felfedésre, a leggyorsabb játékos vihet el egy ilyen szimbólumkártyát.